Kecskeméten 1-0-ás győzelemmel kezdte a felkészülést az MB2-es szezonra a Szeged Csanád Grosics Akadémia, mely szerda este Gyulán fogadta az MB3-as Füzes Gyarmatot. Aktívan teltek a találkozó első percei, mindkét gárda lendületesen vetette bele magát a küzdelembe. Az első nagyobb lehetőségek a vendégek előtt adottak, előbb Alexics védett nagyot, majd Germán mentett a gólvonalon állva. A 10. percben megszerezte a vezetést a Szeged. Egy szép támadás végén Csigán egy lecsorgó labdát helyezett a kapuba. A 23. percben ritkán látható gólt szerzett a hazai gárda. Alexics kidobása után Csigán játszotta meg Andorkát, aki a kapuig robogott és megszerezte a csapat második gólját. A folytatásban is aktívabb maradt a Szeged, de a szünetig újabb találat már nem esett. A második játékrészben egyre inkább megmutatkozott a két csapat közötti különbség, az 51. percben mégis Takács Jánosnak kellett nagyot védenie. Az 55. percben szép szegedi akció futott a bal oldalon, középen többen is lőhettek volna, végül Erdei bombázott a gyarmati kapuba. A 77. minutumban Erdei labdájával balog a les határon fordult kapura, majd lőtte ki a hosszút. A 84. percben Szabó Péter szép cselek után hozta helyzetbe a frissen igazolt Sóron Tibort, aki biztos lábbal állította be az 5-0-ás végeredményt. It was a good game. It is our second game in the preseason. Jó meccset játszottunk. Örülök a végeredménynek és annak, hogy több játékos is betalált. Egyre közelebb kerülünk a céljainkhoz, ami köszönhető annak is, hogy a játékosok az edzéseken és a meccseken is jól teljesítenek. A Szeged Csanád Grosics Akadémia szombaton 10 órakor Gyulán szintén felkészülési mérkőzésen fogadja az MB3-as Érd együttesét. A bajnokság augusztus 4-én kezdődik, a gárda akkor még Gyulán fogadja a Budafokot.